Közeledünk a koronavírus járvány harmadik hullámának csúcsához, nincs itt az ideje a lazításnak. A konkrét intézkedéseket pénteken az állami rádióban jelenti be a miniszterelnök, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfó. Ez azt jelentheti, hogy március 22-ig érvényben lévő korlátozásokat a kormány meghosszabbítja. Gulyás Gergely a legfrissebb adatokról szóval elmondta, 6500 új fertőzés regisztráltak egy nap alatt, így 539 ezer főre nőtte a beazonosított fertőzöttek száma, meghalt 207 beteg, soha ennyi egy nap alatt, így az elhunytak száma 17628 főre emelkedett. Jelenleg 10300 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1170-en vannak lélegeztetőgépen, hozzátette, további kórházi kapacitások is rendelkezésre állnak. Több lépcsős újraindításban gondolkodik a kormány, akkor is, hogyha ma az adatok még az újraindításra és a nyitásra nem adnak okot. Azt szeretnénk, hogyha objektív számokkal lehetne meghatározni, hogy mikor tudunk nyitni. A nyitás számait az oltottság mértékéhez, tehát majd a beoltottak számához fogjuk kötni. A miniszter elmondta azt is, az oltási kampány gyorsítása érdekében bevonják a medikusokat és a rezidenseket is. Véleménye szerint májusra, legkésőbb júniusra teljes átoltottság elérhető Magyarországon.